Na, hát eljött az idő, hogy én is beszálljak ebbe a top listásdiba, most pedig, hogy egy ilyen magamhoz képest elég sűrű évtizedet zártam játékfronton, nem is választhatnék jobb alkalmat egy jó kis best-of-ra. Már csak ne azért sem, mert a csatornán bemutatott játékok mellett azért jó sok minden más is megfordult a kezeim között, így hát ez egy remek lehetőség, hogy röviden szót ejtsek néhány videóban eddig fel nem dolgozott kedvencemről is. Képtelen voltam 10 játékra szorítkozni, így aztán egy top 20-ba sikerült szűkítenem ezt a kis listát, ami mellett még most láthatjátok a futottak még kategóriát is, meg aztán így is totálisan szubjektív és eléggé sokféle lett az egész. Ettől függetlenül elég jól tükrözi, melyik játékok voltak nekem a legmeghatározóbbak, vagy éppen legemlékezetesebbek az elmúlt 10 évből, és valószínűleg alaposan el fog térni a legtöbb helyen összeszedett címektől. Csak mondom, mostani generációs konzolom nincs, így az ilyenem megjelent számtalan remek műhöz, hiába voltam rájuk kíváncsi, sajnos nem volt szerencsém. Na de magyarázkodás helyett lássuk is inkább azt a listát a legvégétől. 20. Oh, Sir, an Insult Simulator. Na, kezdjük is mindjárt egy nagyon furcsa kis ökörséggel, amit egyszerűen képtelen voltam futottak még kategóriába sorolni, mert annyit nyüstöltem. Az Oh, Sir, an Insult Simulator nem más, mint egy olyan verekedős játék, amiben nem pofonokat, hanem sokszor értelmetlen, abszurd beszólásokat kell ellenfelünk arcába vágni, méghozzá úgy, hogy a rendelkezésünkre álló szavakból minél hosszabb és nyelvtanilag még épp, hogy értelmes mondatokat kell összerakni. A különböző karakterek más és más témákra érzékenyek, így a minél hosszabb abszurd kombók mellett ezekkel lehet amolyan Monty Pythonosan furcsán sértegetni a számítógépet, vagy ha még találkozunk ilyennel, más online játékosokat. Véregyszerű és hamar kimerülő poén ez, de az, hogy már sokat szorra veszem elő és hogy hatására én is csináltam egy magyar nyelvű kártyajáték verziót, azt hiszem elegendő ok, hogy rajta legyen azért ezen a listán. 19. The Bureau, XCOM Declassified. Őszintén szólva nem mertem magasabbra tenni a listán ezt a meglehetősen közutállatnak örvendő taktikai cover shootert, nehogy kivívjam teljesen a népharagot, pedig a The Bureau a felhígított XCOM játékmenet és máshonnan lopott ötletek ellenére nekem kimondottan nagy kedvencem lett. Az 50-es évek hidegháborús Amerikájába érkező idegen invázió hangulata, az akciójátékokhoz képest elég precíz taktikákat nyújtó játékmenet, valamint ennek a mechanikáit a lore-ba építő történet nekem olyan jó pontok voltak, amik még az alkalmanként kicsit közepes kivitelezést is felettetni tudták. A végeredmény pedig mindebből egy élvezetes és hangulatos lövölde lett, amit igazából bármikor szívesen előveszek egy-egy random küldetésre. 18. Diaries of a Spaceport Janitor. Na hát a Diaries of a Spaceport Janitorről már volt videó, és ott már kifejtettem, mennyire imádtam ezt az aranyos, hangulatos, mégis súlyos társadalomkritikát közvetítő kis antikalandot. A játékban egy utcai takarítót alakítunk egy színes, ám kegyetlen űrbázison, ahol kalandra tett egyetlen kísérletünk is azzal végződik, hogy nyakunkba kapunk egy jó kis átkot. A játék további része pedig innentől kezdve abból áll, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel és a válogatott lomok megfelelő kereskedő történő eladásával igyekszünk összekuporgatni annyit, hogy megfizethessünk egy valódi kalandort, aki segíthet kimászni a szarból. Teljesen offbeat őrület az egész, és nem is hibátlanul optimalizált, de a különlegességek kedvelőjének én maximálisan tudom ajánlani. 17. Mutant Year Zero. Újabb játék, amiről már készült videó, és aki azt látta, szintén tudhatja, hogy nagyon nem tudtam letenni ezt a mutánsok lakta Svédországban játszódó posztapokaliptikus taktikai stratégiát. A Mutant Year Zero hangulatával, jó nehéz, a valós idejű lopózás körökre osztott XCOM-szerű csatákkal keverő játékmenetével és fantasztikus karaktereivel engem teljesen levett a lábamról a 2019-es év elején, és bár hibái akadtak ugyan, mégse tudok más olyan stratégiai játékot mondani az utóbbi évekből, ami engem, mint taktikai antitalentumot ennyire be tudott volna szippantani. Na jó, talán az Into the Breach, de abba még csak most kezdtem belehűlni, úgyhogy erről a listáról már sajnos lemarad, de teszt azért majd jön róla. 16. Deus Ex Human Revolution. Az eredeti Deus Ex megkérdőjelezhetetlen klasszikus, és bár játszottam vele annó, engem igazán csak a 2011-es, ha úgy nézzük, butított, ha úgy nézzük, áramvonalasított Deus Ex Human Revolution tudott igazán magába szippantani, amivel az évtized elején én
átok sok időt eltöltöttem. Az előd nyitott többféle megoldást kínáló intuitív játékmenetét megtartva, a Human Revolution képes volt korának standardjeihez is felfejlődni, Adam Jensen pedig, hát kockafeje ellenére is, emlékezetes karakterré tudott válni, csak úgy, ahogy a mai világunkhoz még valamivel közelebbi időszakban játszódó történet is. Ha pedig a Director's Cut-hoz lett volna annó szerencsém, talán még a boss harcok emlékese lenne olyan fájó, és ezen a listán is magasabban szerepelne a játék. 15. Brothers: A Tale of Two Sons. A Brothers: A Tale of Two Sons esetében sajnos nem mondhatom el, hogy rengeteget játszottam volna vele, mivel a haldokló apjuk megmentéséért küzdő fivérek története nem hosszabb néhány óránál, érzelmi töltete, valamint kreatív játékmenete miatt viszont nálam végérvényesen beírta magát a legjobbak közé. A játékban ugyanis a két testvért egyszerre irányítva kell különböző puzzle-öket megoldani, amit akár co-op módban is végigjátszhatunk. A koncepció ráadásul nagyrészt remekül is működik, és tökéletesen felépíti a két testvér történetbeli egymásra utaltságát is, így aki szereti az efféle ilyen ötletes játékmenetet, és hát nem tart egy kiadós bőgéstől, az szerintem nyugodtan csapjon le rá. 14. Heaven's Vault. És már megint egy olyan játék következik, amiről nem is olyan régen már videó bemutató is készült. A Heaven's Vault viszont olyan cím, aminek bizony itt is helyet kell szorítanom. Az űrrégésznő robotjával közös utazása a Nebula hullámain a kalandjátékok új szintjét hozta el, teljesen nyílt, elágazó történetével, elképesztően egyedi világával és az egész játékon átívelő, ősi jelnyelv megfejtésére épülő puzzle rendszerével, amik így együtt szerintem tényleg egy új standardet képviselnek. Őszintén szóval nagyon sajnálom, hogy nem kapott nagyobb sajtóvisszhangot, mert igazán ott lett volna a hely az év legjobbjai között is. 13. Oxenfree. Na hát az Oxenfree egyike volt ebben az évtizedben azoknak a játékoknak, amiknek a soundtrackje megállás nélkül pörgött nálam a háttérben, és hát nem éppen azért, mert ez volt a játék egyetlen pozitív tulajdonsága, hanem mert konkrétan olyan erős hangulata volt az egésznek, hogy megállás nélkül benne akartam maradni. Az Oxenfree sztoria alapvetően egy 80-as évek beütésű teeny horror, amolyan Stranger Things jelleggel, ám a szellemek lakta szigetre tévedt srácok története mégsem csak ezért, hanem a karakterek közti megállás nélküli remekül megírt dialógusok miatt is került a listára. Az Oxenfree-ben ráadásul nincs is időnk tétovázni, vagy elgondolkodni a tökéletes párbeszéd opción, ugyanis minden beszélgetés valós időben zajlik, így azonnal kell valamit reagálnunk, vagy a hallgatás lesz a reakciónk, ami így állatira élővé teszi ezeket a beszélgetéseket. A rejtély felfejtése ráadásul nem kevésbé izgalmas, már csak amiatt sem, mert egy időparadoxonba ágyazódik, amiben belefolynak korábbi akcióink, vagy akár másik végigjátszásban hozott döntéseink is. Jó, nem tökéletes játék, de az egyik legemlékezetesebb volt nekem az elmúlt 10 évből. 12. The Witcher 2. A Witcher 3-ról mindenütt szuperlatívuszokban illik beszélni, ám arról a legtöbben megfeledkeznek, hogy a Witcher sorozat második része is bizony még a mostani évtizedben jelent meg, és elképesztő minőségi ugrás mutatott az első epizódhoz képest. Geralt második videójátékos kalandja ráadásul, és ez most totálisan szubjektív vélemény, szerintem sokkal érdekesebb fő történeti szállal is meg lett áldva, mint a sorozat igazából bármely másik tagja. A harc és a pósűnök használata oké, bár nehézkes volt, én elképesztően imádtam elmerülni benne, amit csak tetézett, hogy itt találkoztam először olyan kis és nagy döntésekkel, amik totálisan megváltoztatták egy-egy karakter sorsát, és új fénybe helyeztek mindent, amit addig tudtam róluk, vagy más karakterekről. Ezt utána persze a Witcher 3 vitte tökére, de a második rész története és földhöz ragadtabb ilyen trónokharcások hangulata miatt nálam így is elévülhetetlen érdemeket szerzett. 11. Spelunky. Bár alapvetően a 2008-ban megjelent Spelunky Classic az, ami számomra mindent visz, legalább annyi időt beleöltem a játék 2012-ben megjelent HD remake-jébe is, ezért bérelt helye van ezen a listán. A tempó az eredetihez képest ugyan kicsit lassabb, de még így is szenzációs ez a kegyetlen és kegyetlenül szórakoztató roguelite platformer, ami véletlen generált pályáival nekem évekre végtelen szórakozást biztosított. A szuperül balanszolt játékmenet borzasztóan addiktív, aminek játék idejét a HD újrakiadásban még egy co-op mód és megnyitható új karakterek is kitolják. Simán lehetne igazából feljebb is a listán, mindössze a klasszik iránti imádatom és attól való kisebb eltérései tartják vissza attól, hogy ne tekintsem szinte tökéletes játéknak. 10. Papers, Please.
Na hát lassan a top 10-be érkezve jönnek már a fajsúlyosabb darabok, amik közül kétség kívül a Papers, Please az egyik legkülönlegesebb, nem véletlen, hogy már most indie klasszikusként tartják számon. A játékban egy fiktív totalitárius állam határőreként kell dolgoznunk, azaz ellenőrizgettünk kell a bebocsátást kérő papírjait, és a megfelelő elfogadó vagy éppen elutasító pecséttel kell ellátnunk azt. A Papers, Please azonban a száraz papírmunkába beleszövi az egyes elénk kerülő bevándorlók hátterében álló drámákat, a titkos ellenállás történetét, vagy akár saját családunk életben maradását és esetleges szökési esélyeit is. Ettől pedig egyszerre leszünk élet és halál urai, valamint a rendszer kiszolgáltatott kisembere is. A szürke meló alapkoncepciójából pedig egy igazi nyomasztó thriller alakul ki, rengetegféle végkimenetellel. Igazi minimalista mestermű ez a játék, csak ajánlani tudom mindenkinek, aki még nem próbálta. 9. Chivalry Medieval Warfare. Nem nagyon szoktam multiplayer játékokkal játszani, van viszont egy olyan egy kezemen megszámolható mennyiségű darab, amit kifulladásig tudok tolni, ez egy díszpéldánya pedig a Chivalry Medieval Warfare. Chivalry lényegében a szép emlékű Mountain Blade által kínált, kaotikus, ügyetlen, mégis elképesztően hangulatos középkori csaták világába dob le minket, és bár azóta kategóriájában kissé kitúrta a Mordheim vagy akár a For Honor, nálam máig megunhatatlan. Főleg a drámai ostrom vs várvédő játékmódnak, na meg a játék elképesztően kretén közösségének hála, amire persze rá is tesz a játék egy lapáttal a kb. 20 féle debil gyaloggalopszerű csatakiáltással, így igazából a Chivalry még a legrosszabb csapatot kapva is minden alkalommal állatira szórakoztató. Oké, a mechanikái tényleg kicsit ügyetlenek és a mezei kaszabolás szinte teljesen ész nélkül megy, de hát mit lehetne elvárni egy vérbeli középkori csatától? Az egész évtized alatt nem szórakoztam ilyen jól multi játékkal, úgyhogy top 10-ben a helye. 8. Need for Speed Hot Pursuit. Vallomásra tartozom, én imádom az autós játékokat, de nem véletlen, hogy még sosem csináltam róluk videót. Bár vezetni egy éve már tudok, és egyébként imádok, de az autókhoz sajnos nem értek annyira, hogy meg tudjam ítélni egy-egy szimulátorról, mennyire hiteles, egyedül azt tudom, ha valamivel élvezetes száguldozni. Nem is véletlen, hogy a rallis játékok mellett a legnagyobb kedvenceim a Need for Speed 3 és 4 voltak, emellett pedig nagyon sokat szórakoztam a harmadik Burnout-tal is, az pedig ezek után talán végképp nem meglepő, hogy az évtized során levakarhatatlan volt a gépemről a Burnout 3 készítőjének Need for Speed játéka, a fent említett kedvenc részeimet rebootoló 2010-es Hot Pursuit. Rendőr és versenyző karriermód, szabadon is bejárható, összefüggő, mégis változatos világ, elképesztően élvezetes száguldási élmény a Burnoutokból ismert kilökésekkel és nitróval, valamint az a bizonyos kampányzáró, teljes pályarendszert átszelős verseny. Hogy abban mennyi drámai pillanat volt, tényleg biztos, hogy volt az évtizedben ennél jobb autós játék, de nekem a Hot Pursuit 2010 a műfajban mindent vitt. 7. South Park The Stick of Truth. A South Park The Stick of Truth a valaha volt legjobb South Park játék. Pont. Ez vitán felül áll, és sajnos a larpozó Cartmanék után a szuperhősös Fractured But Whole nekem már nem tudta hozni azt a friss lendületet és lelkesedést, amivel a Stick of Truth meg volt alkotva. Alapvetően az általam szintén imádott és majdnem a listán végző Costume Questhez hasonlóan egy gyermeki nézőpontú light RPG-t kapunk, de nyilván a forrásanyagból kifolyólag sokkal felnőttesebb, vagy inkább felnőtt kategóriában gyerekesebb módon, viszont a Stick of Truth abszolút kihozza a South Park univerzumának minden lehetőségét, és borzasztóan addiktívan és változatosan hozza ezt a színvonalat szinte a játék legvégéig. Alig bírtam letenni ezt a méretes ökörséget, és a Jazzpunk mellett talán ez volt az egyetlen játék az évtizedben, amin őszintén hangosan tudtam röhögni. Az meg már csak haba tortán, hogy a játék történetet közvetlenül bele is szőtték a sorozatba. 6. Night in the Woods. Egyik első videón volt a Night in the Woods tesztje, ami nem csak emiatt emlékezetes, hanem a játék fantasztikus története és karakterei, valamint egyedi grafikai dizájnja miatt is. Emiatt már korábban is nagyon vártam ezt a platformernek kinéző, egzisztencialista kalandjáték drámát, de ami a játék során fogadott, az több volt, mint maradandó. A Night in the Woods ugyan húzza az időnket, de ezt szánt szándékkal teszi, hogy ezzel is hangsúlyozza főhősünk kilátástalan, depresszív állapotát, amiből egy misztikus thriller esemény
élményeit beleszőve képes csak kicsit kikerülni, elsősorban a szenzációsan megírt szövegű barátok segítségével. Szomorú tény, hogy az évtized végét épp e-játék készítőjének, Alec Holofkának öngyilkossága árnyékolta be, ami csak még szívszorítóbbá teszi a Night in the Woods eseményeit. Nagyon sajnálom, hogy több játékot már nem látunk tőle, mert ez is fantasztikusra sikerült. 5. Spec Ops The Line. És akkor újabb fajsúlyos darab következik, ami nem is elsősorban forradalmi játékmenetével, hanem öntörvényű, nyers történetével vált számomra az évtized egyik legfontosabb játékává. A Spec Ops The Line a közép mezőnyt képviselő Spec Ops sorozat epizódjaként lépett a shooterek közti harc csatamezeire, de a játékok apokalipszis mostjaként megtörve távozott. A modern military shooterek mechanikáit használja ugyan, de keletcébe csal és olyan okosan fogalmazza meg háború ellenes üzenetét, hogy a faladja a másikat. Walker története a homokviharba fulladt Dubajba kalauzol, ám meg annyi amerikai katona legyilkolása után egyenesen a főhős személyes puklába vezet, ahol már igazából lehetetlen megkülönböztetni barátot az ellenségtől, vagy akár tévképzeteket a valóságtól. Lehengerlő, felkavaró alkotás, abszolút a legjobbak közt a helye szerintem. 4. Hellblade Senua's Sacrifice. Evezünk ennél még komolyabb vizekre, méghozzá a vikingek földjére. A Hellblade egy szenzációs alkotás, olyan mélységű, komolyságú és elgondolkodtató történettel rendelkezik, hogy csak több dózisban tudtam végigjátszani, annyira megterhelő volt lelkileg az egész. Igazából elképesztően sokat tanultam magamról megrázó cselekménye által, és ezt még azt sem tudta gyengíteni, hogy mint játék, alapvetően ez sem egy hatalmas nagy vasszizdasz. A puzzle-ök persze nagyon érdekesek, de az ismétlődő harc sajnos kicsit ki tudtak billenteni az egyébként elképesztően erős és vastagon jelenlévő sötét hangulatból, mégis az egésszel kapcsolatban nem is ezek, hanem a számtalan nehéz és emlékezetes pillanat fog megmaradni, amiket a mentális betegségben szenvedő Senua közösen átéltem és átéreztem. Egy tényleg megrázó, zseniális alkotást, magasan az évtized egyik legjobbja. 3. Life is Strange első évad. Úgy tűnik a legjobbak közé nálam csak úgy lehet bejutni, ha valami kellően jó történettel bír, és nem mellesleg érzelmileg, némileg bevon a szereplők világába is, és gondosan és alaposan szétszincálja az ember lelkét. A Life is Strange első évada pontosan ezt tette, a számtalan nehezen meghozott döntéssel, a fantasztikus karakterekkel és egyben kamaszkorom legnagyobb melodramatikus világfájdalmába való visszatéréssel, amit csak az indie folkos soundtrack tudott még ennél jobban is felfokozni. A misztikus nyomozás és a helyszín emellett nekem a legnagyobb kedvenc a Twin Peaks pillanatait idézte, amiben még belefolyt a Don't Nod, listára sajnos fel nem került, de szintén nagy kedvenc Remember Me című játékából továbbfejlesztett időcsavarós puzzle mechanika is, amitől aztán végképp szerelembe estem ezzel a játékkal. Top 3-ba kerüléshez szerintem épp elegendő, ha adott játék lezárásán és annak saját életedre vonatkoztatható tanulságain kb. Még egy olyan jó további fél évig intenzíven agyalsz. 2. Far Cry 3. Na hát, ha a top 3-ba kerülés feltétele, hogy jó legyen a sztori és érzelmileg meggyötörjön, akkor már csak egy valamivel lehet a dolog még jobb, ha mindezek mellett még a játékmenet is eszméletlenül rendben van. Far Cry 3 igazából mindent tud, amit én egy jó játékban szeretek. Emlékezetes karakterek, mélyebb pszichológiai hátterű komoly sztori, közben meg sok humor, élvezetes, többféle megoldást lehetővé tevő játékmenet, addiktív felfedezés és bázisfoglalás, változatosság, idióta random események, szóval őszintén nem igazán tudok rosszat mondani erről a játékról, annyira szeretem minden pontját. Jó, oké, talán a második sziget kicsit kopára, talán hogy kevésbé jó boss, talán ludonarratív diszonancia van a tetteink és a sztori között, de mindez második végigjátszás után és még mindig a játék mély elemzését írva engem egyáltalán nem érdekel. Ígérem, 2020-ban végre elkészülök azzal a videóval is, ha más nem hangulatfokozónak végigviszem a játékot harmadszor is, vagy akárhányszor is. 1. The Witcher 3. Szóval, de csinálhatok én akármilyen obskurus indie különlegességekről videókat, és elővehetem az összes megrikatos pszichológiai játékrámát, ez az évtized nekem akkor is a Witcherről és főleg annak harmadik részéről fog szólni. Bár ahogy mondtam, a második rész fő sztoriát jobban szerettem, mindez teljesen lényegtelen a Witcher 3 világában eltöltött bőven több mint 100 órám után, amit jó részt a világ összes eldugott zugában rejtőző, fantasztikus melléküldetéseket és ezekből kibomló meg annyi egyedi
és fordulatos kis történetet átélve töltöttem el. Bár a Witcher 3 a top 10 néhány tagjával ellentétben nem nyúzott meg érzelmileg, de annyi ilyen szenzációs, hosszabb, rövidebb, mély történettel ajándékozott meg, aminek igazából a töredéke is elég lett volna ehhez a pozícióhoz. Felsorolni sem tudom azt a mennyiségű tömény élményt, amit a Witcher 3-ban átéltem, és amit tényleg úgy éreztem, mintha csak ott lettem volna. A Véresbárótól kezdve első Novigrádba érkezésemen át, egészen a Skellige-i királyválasztásig, Tusan ütődött lovagjaiig, vagy a kőszívű Olgir drámájáig. Ez utóbbi volt az egyébként, amivel a Netflixes vaják megnézése után végül ünnepélyesen lezártam az évtizedet, mivel a Blood and Wine után már csak a Heart of Stone fősztoriának leges legvége volt hátra a egyébként 2015-ben megkezdett végigjátszásomból. A végül szerintem egész jó irányba eljutott tévésorozattal együtt, ez a lezárás nekem remekül meg is koronázta az évtizedet, hisz az 5 év játék után ez is épp olyan fantasztikus volt, mint a Witcher 3-ban szinte minden. Minusz a lóversenyek, de mindegy. Így aztán nosztalgiázva tettem még egy kört az évekkel korábban még felfedezetlen, félelmetes és lenyűgöző vidékeken, felidéztem az egy-egy faluhoz, híthoz, fához, kereszteződéshez fűződő összes kis sztorit, majd ünnepélyesen hátrahagytam a kérdőjel nélkül maradt térképet, és ezzel igazából az egész évtizedet. Szóval ezek lennének nálam az évtized legmeghatározóbb játékai. Objektíven nézve egy részük talán nem érdemelne ilyen listán pozíciót, nekem viszont egytől egyik sokat jelentettek egy olyan évtizedben, mikor játékok terén is nagyon kinyílt a világ, és rengeteg új dolgot volt lehetőségem kipróbálni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre és a ti szubjektív listáitokra is, úgyhogy kommentekben majd beszéljük meg, kinek mitől volt emlékezetes játékfronton ez az elmúlt évtized. Ha tetszett ez a videó, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornába. Köszi a figyelmet, a legközelebbi alkalomig, sziasztok!